Chips! Áj, az nyál volt! Chips! A koncepció hasonló, mint a korábbi videóinknál, csak most a sós chipsek vannak terítéken. Keressük a legjobb sós natur chipset. És még van egy meglepő. Illetve kettő. Mindig kell egy meglepő az ilyen rohadt videókba. Ne válogass, hogy túrj bele! Hát de azt csak keresek valami szart. Spárok! Olyan, mint egy Mikulás csomag. Szabolj bele, ezzel kezd. Túrjál bele. Kettőt vagy egyet? De jó! Szinte átlátszik az olajtól. Kicsit csemege kukorica íze van, de az hogy? Nem tudom, annyira nem rossz. Nem rossz, de nem az a tradicionális chips íz, amit vársz. Meg tengeri íze van, nem tudom miért. Spár, chips, 4 pont. Privát! Csak jó lehetne. És ezt nem értettem egyébként soha, hogy miért kell mindegyiknél kiemelni, hogy valódi burgonya szeletekből. Ebből nincs kiemelve. Hát mert ott van, hogy gazázen, az ki tudja, mit jelent. Jó nagy. És ez nem látszik át. Mondjuk nem tudom, nekem az előző jobban íz lett. Mink a mű íz, nézzük rajta. Privát, sós chips, 4 pont. Megvan! Ennél kommerszebbet nem fogunk találni, itt konkrétan a festékanyaggal is spóroltak. Fű! Márkája sincs. Egy like jel. Ne a borítója alapján ítéld meg a könyvet. Igaz, mert a kép illusztráció. Az, hogy ezek rá tudták írni. Ugyanolyan kommersz, mint az előző, de finomabb. Mekkora szép! Nincs hatos, de erősebb ötös. No name, burgonya, chips, sós, ötös. Madaras, Tesco. Tetszik az ilyen matt csomagolás. Ezt imádom. De szép! Na ez már középkategóriás chips ugyanúgy, viszont stabilan közép. Van még sok. Osan, sós, burgonya, chips, ötös. Fudi. Ez határozottan nem jó. Még itt maradt az olaj a számon. Ez kettes. Ez gyenge. Nagyon zsíros. Íze nem sok van. Sósnak se alig sós. Valódi burgonya szeletekből. Lehet ez a probléma, hogy a valódival van a probléma, hogy a valódi az igen, nem annyira finom, mint a mű. A műanyag mindig finomabb. Fudi, chips, sós, 2. Tudsz, hogy jó? Még egy 200 grammot. Na most ez hullámos, egy kicsit más kategória. De ugyanúgy chips, ugyanaz a sima chips, csak hullámos. Ide köpött valaki. Jó nagy vonalkód van Jó erős sült krumpli íze van. De legalább burgonya íz van normálisan. Sült krumpli. Ha én chipset eszek, nem sült krumpli ízt akarok érezni, de nekem azért nem jön be csak. Viszont nem annyira sós. Snack Fun Wavy Chips 3. Chipsy King. Bamboleo! Vegán. Klasszik chips ízű, de kicsit jobban üt rajta a burgonya. Talán túl sós, meg olyan, mint hogyha egy picit túl lenne sütve. Nekem ez egy 3-as. Chipsy, ki mond ki? Chipsy Kings 3-as. Kíváncsi vagyok, ez érdekel. Chicky Chips. Biztos finom, mert ott ír is, hogy jó cucc. Hol a többi? Ekkora csomagolás, az talig van az alján valami. És igazából nem is egy olcsó chipszecskéről van szó. Nem érzem a chips ízt rajta, meg kifejezetten burgonyát abszolút nem. De attól függetlenül finom. Én nagy reményeket fűztem hozzá, szerintem 5-ösnél nem több. Igen, én is egy 5-öst adnék rá, maximum egy kicsit hajaz a 6-os felé, de... Chicky Chips 5. Ojo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 j
Nem érzem a sót se, olyan vékonyra van szelve, mint az állat. De nem, ezzel nem érződik semmi. Ez az csak ilyen hézakkitöltő, hogyha nagyon éhes vagy, így bekapod, így megtelítődsz fel, de igazából nem kapsz érte semmit. És ezen is érzik azért a túlsült íz. Szerintem megvan az első egyesünk. Azt mondod? Folyamatosan az a kesernyés utóíz van. Igen. A számba utána. Szalti, roppany rá, chips. Egyes. Aldi, ezen tuti, ez tuti, hogy Aldi. Jó, mert Lidl. Ja, ez ez rizs chips. Rizs chips, hát ez nem is ér. Akkor dobd félre. Ez én megkóstolnám. De akkor ezt nem pontozzuk. Adáson kívül. A tagok megnézhetik. Úúúú.
Hallod? Az elején nem érzek semmit, a végén van egy kis utóíz. Tudod mi a kemény? Hogy ennek új van commerce középkategóriás chips íze, hogy wavy. Ez már ilyen prémium kéne, hogy legyen, és most így ilyen közepes. Én most meg vagyok lőve, mert... Nem tudom, most így, ahogy többet tettem belőle, meg egyre jobb. Azért, mert van benne egy ilyen ajzószer, ami beindítja az agyat. Még akarsz? Én 4-es mondtam volna rá, akkor legyen egy 5-ös, egy erős 5-ös. Tesco Wavy Chips Salted 5. Még egy tagsági rész? Spáros nem volt már? De több spáros van. De ez is gezázen, sós lesz az. ez nagyon sós. Szerintem, próbálják el, ez tényleg kurva sós. Amúgy eteti magát, viszont hogyha a zacskónak már a felénél jársz, olyan csömöröd lesz tőle. Magam, tömény. Nagyon tömény. Ez tömény. Spár, Riffle Chips, Gezalzen 2. Ez a drága chips. Ez a chips a leges legdrágább közé tartozik bele a Pringles-ön kívül. Kibontom és valaki bele kell, hogy adja a számba, annyira drága volt. Őszinte leszek, ha van egy ezresetek, inkább jobban jártok, ha azt így kis pici kockákra behajtjátok, és azt teszitek meg, már annak is több íze van. De bio, én számomra, én 1-est adnék rá. És átlátszik a csomag, belenéz és átlátszik a csomagolás. Azért, hogy kilásson a krumpli. Mennek a vásárlók, ott burmészírók. Kartoffel, Arnatura chips, 1-es. A csomagolt levegő. Ó. Intenzív illata van. Igen. Kivette a legnagyobbat! Eddig, ha tényleg a Natur chipset keressük, akkor közöttük nekem ez a király. Azt kapod, amit vársz tőle. Lace chips, sós, 7 pont. Nem ettünk már ilyen? Ugyanaz a csomagolás! Ott egy, nem is vettem észre a csávó! Igen, mert azon sötét kék és nem látszik. Ott van a csávó! Ott éjszaka van. Inkább bontom én. Wow, ugyanolyan, mint tudok. Jó! Ez hogy jött ki? És ez? Ez olyan, mint egy egerek megrágták a mamuszt. Hogy egy felrobban Pac-Man figura. Hogy tudunk spórolni rajta? Ne rakjuk bele a felét. Fúj! Ez már olyan hajszál, mint hogy a kemény zacskót ennél. Tesco chips, világoskék, 1-es. Bontom én. A hátáról lespórolták a mintát. Kiveszek valami nagyobbat. Valami reteti magát. Így megyek fentebb. A legelsőt, mikor bekaptam, 2-es. Most már így a 4-esnél járok, és lehet, hogy felkúszik 5-ösre is. Florence Crunch Chips 5-ös. Ez egy napocska, nem? Amúgy jó. Én ugyanazon vagyok, mint az előzővel. Commerce chipsnek tökéletes. Snack Day Salted Chips 5-ös. Ha az előző Lay's chips volt eddig a legjobb, köz jobb 2. Igen. Ez mélyen van bordázva, tehát még több cucit elefér. A natúr jobb. De ízre is másabb. Kicsit ezen is ott van a túlsültség. Íz. A magas barázdák miatt többet várnék el tőle. Lay's Max X 5. Snack fun! Ez is az Alice! Snack fun! Na, ja. Ez, ami nem volt elvárásunk, most már nagyon nagy elvárásom van tőle. Mert szerintem snack fun! Volt már. De ettünk, és az fos volt. Igen. Az nyakig van töltve. Sós. Semmi íze. Az 1-es, miért volt 1-es? Vannak semmi íze nem volt. Ennek legalább van egy minimális íze, de ha mennyiség a fontos, akkor tessék. Ha nem szerettek az ízeket, akkor tessék. Snack fun, chips, 2. Ez a chipsek apája. Nekem a Lay's nem veri. Nekem sem. De van valami furcsa utóíze. Igen. Az összes többi commerce chips után lehet érezni, hogy ez művet. Igen. És ennyire le tudjuk pontozni a chips apát. Nem akartam ezt kimondani, de szerintem ez 5-ös. Chio sós chips 5 pont. Nekem csúszik a kezem, nézd már. Megkönnyebbítettem. Na figyelj belülről. Ez félre van csomagolva. Hát ez burgonya szirom. Köze nincs a fotóhoz egyáltalán. Ilyen is volt egy csomó, és direkt nem akartuk az ilyeneket belevenni, mert ez nem chips. Igen. Hát, baszok!
Na lássuk, hogy sikerül az apának visszaklémelnie magát a light chipsével. Mindegy. Ez rohadt finom. Köze nincs az előző csióhoz. Ez sokkal keményebb, meg valami ízesebb. De határozatlan finomabb. De nem tudom eldönteni, hogy miért. Valami, mint egy kicsit sajtos lenne. Chio Light Chips 7 pont. Oh, jaj. Ezt megdé. Aki chipset akar venni, az nem ilyet vesz. Az ilyet, az fogja megvenni, aki Pringles akar venni. Viszont én azt mondanám, hogy inkább akkor egy pár száz forinttal áldozzon rá többet, és akkor vegye a Pringles. Talán textúrájában hajaz valamennyire rá, de ízben semmi köze hozzá. Jobban ízlet, mint az összes többi. Meg megvenném kockázatnál, a Lay's chipstől is finomabb volt. Hát nyilván, mert igazából mondom, ezt nem tudom, tudod mi a szar? Mert az például az is szar benne, hogy ez például csak 48% burgonya porból van. Szóval innen meglátszik az, hogy ez nem valódi burgonyából van, ez burgonya porból van. Ezt ne is pontozzuk, a három tubust hasonlítsuk össze egymáshoz. Jó. Snack fan, az már bizonyított. Talán mint a jobb lenne azért, mert kicsit édesebb. Ha váltanom kéne és chipset kéne egyet, én inkább ezt tenném. Ez már annyiba is jobban hajaz a Pringlesre, hogy ezt nem nagyon tudod megállni. Annyira beharangozta azt, hogy most már nagyon akarom. Nem fogsz csalódni. Az a baj, hogy lehet ide. Kizár. Egy valamiben csalódtam, a ketchupos Pringles. Hát mondjuk. Az előző jobb volt. Elméletileg azt mondtad, hogy ennek kéne a Szent Grálnak lenni, de ő most jobban ízle. Add vissza mindet. Ezt el is engedhetjük. Sorry. Határozottan jobb. Kicsit ilyen kis édeskés ízzel is meg van bolondítva. Maximum a Pringles az állagában jobb, hogy kicsit jobban omlik. Hát ez fura. Na jó, pakoljuk el. És van még valami, van egy meglepetés. Oh, már, hát miért mindig akkor, amikor már behányok? A következő kettő chips, amit elő fogok venni, igazából a sós chips ízvilágban fogunk dobzódni tovább. Szólj, ha lehet nézni. Lehet nézni. Punchips? Ez meg a pöcsips. De várjál, most a pöcsnek milyen íze van? Nem tudom, honnan fogjuk tudni? Nem sok pöcs volt még a számba, bocs. Hát szagilag csak meg fogjuk tudni állapítani, nem? Nem tudom, mert mi a volt is mikor és nem szól egy és rápidvül és de annak mert végül is a mi az a pidvül? Az, amikor rosszra erre rápidvül, mit nem lehet ezen érteni? Megadom neked a lehetőséget, hogy te kóstold meg először. De jó! Nagyszerű! Nézzen! Ne rázd már ilyen közel hozzá! Ez Chaz? Hogy Jungle Edition? Mert van több is! Dick flavor. De lehet, hogy kacsa ízű. Na mi legyen? Bont, szagol. Bár bele kell szagolni. Na, addig esik úrra. Hadd szagoljak bele elősz. Az... Nem, ennek alkohol szaga van. Mit röksz? Soha nem jutna eszembe, hogy ez pöcs szag. Mondjuk az lehet, hogy jó jel. Az egy fokhagymás, köri, az nagyon érződik rajta. Nem most már kíváncsi vagyok, hát addig nem menjünk már el, még valaki meg nem tudja mondani. Összehasonlítás alapján, hogy ez tényleg, vagy abszolút nem. Hát ki tudná megmondani, mert én nem. Évi! Kamerán kívül. Ez elvileg pöcsízű. Csak egy igent, vagy egy nemet kívül. Ugye, köszönjük! Ez egy fűszeres kaja. Lehet, hogy ilyen indiai kukit próbáltak reprodukálni. Surströmming ízt hamarabb beleraknék mondjuk. Ennek semmi köze nincs semmihez, ez egy agyon fűszerezett valami, ami ilyen full émeítő ízt kölcsönöz. Ugye, meg akarjátok rendelni? Csak a p***sat rendeljétek, mert eddig a pöcsös a szar.
Ez annyiból izgibb, hogy ezt már lehet hasonlítani, nem kell hozzá egy harmadik személy. Miben ül? Magyaróban. Most egy nagyon. De valami nagyon csípi az orrom. Az igen. Ecettes chips illata van. Hagymás tejfölös chips. Nem már! Mondjuk attól rosszabb. Nem tudom, mi az utó íz. Nagyon itt egy összehányták volna. Most ez szarul néz ki, hogy most azért fintorgok. Ennél jobban fintorgok, mint annál. Borzalmas ízol. És semmi köze nincs a cunához. Lehet, hogy az elmúlt 30 évben rossz felé mozogtál. Ja, az eddigiek közül volt X nő, nekik volt rossz nunájuk, ez az, ami tökéletes. Nem erre gondoltam, hanem az, hogy nem a nuntus kéne fontos, hanem a Hát ha a chipsen alapozzuk, teóriát. Ha a chipsen alapozzuk, akkor azt mondod, hogy a f*** jobb volt. Nem, mert az meg túl volt fűszerezve. Akkor ráharapsz valamilyen ízgáz, szétbukkan a szárba. És be kell hányni tőle. Nem tudom, hogy ennek most örüljek-e vagy sem. Mert az elején örültem, hogy de jó, nincsen pöcs íze. Meg szomorkodsz, hogy nincsen pina íze. Nem, hanem felbaszott, hogy abszolút köze nincs hozzá, ami benne van. Holott csak ezért adják el, mert a hülye influencerek megveszik egy videó kedvéért. Minket akarok hazavinni? Ismételten gazdagabbak lettünk egy ilyen gasztronómiai kihívással. Most akkor mi nyert? A Lay's chips? A Lay's. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt volt. Hamarosan ismételten találkozunk. Sziasztok! A Lay's jobb, mint a p***. Oh.